Már korábban is volt szó erről, hogy vajon ugyanúgy maradt-e fenn az írás, ahogyan azt az írói szerették volna. A válasz természetesen nem. Hogyan is maradhatott volna fenn ugyanúgy 2000 év, több tucat fordítás, szájhagyomány útján való terjedés, másolások, kanonizálás és egyéb műveletek után. A lényegen nem változtat, még mindig az írás az egyetlen dolog, ami el tud minket juttatni az igazsághoz és az örök élethez. Azonban ahhoz, hogy ezt megértsük, körültekintően kell eljárnunk. Ehhez szeretnék némi segítséget nyújtani ezzel a videóval is. Második Péter 3. fejezet 18. vers így szól. Hanem növekedjetek kegyelemben, és a mi Adonájunknak és megtartó Jehusá másiákunknak ismeretében. Neki dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amin. Azok, akik ismerik az írásokat és értik az üzenetét, azoknak egyből feltűnik az, hogy arról beszél az író, hogy Adonájnak, a megtartó Jehusá másiáknak dicsőség, most, mind örökkön örökké. Szóval a kérdés az, hogy hogy lehet, hogy nem az atyának adja a dicsőséget Kefa a második levelében, hanem Jehusá másiáknak. Nézzünk meg néhány másik fordítás, hogy mi is a helyzet valójában. A KD ugyanarról számol be, sőt, inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Adonájunk üdvözítő Jehusá másiák ismeretében, neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján. Katolikus fordítás ugyanezt írja, az arany szintén, az American Standard Version szintén ezt írja, Jehusá másiák, és neki legyen dicsőség, mind most, mind örökké. Amin. Valamint a King James verzió szintén egyetért ezekkel, Jehusá másiák, neki legyen dicsőség, most és mind örökké. Amin. Nem tudom, hogy ki mennyit tud a különböző biblia verziókról, de létezik számtalan verzió, illetve rengeteg fordítás, és ezek a fordítások különböző alapszövegeket használnak. A legtöbb biblia verzió, amit az emberek használnak, a legnépszerűbbek, ugyanazokat a fordításokat használják, általában a mazoretikus írásokat, nagyon kevés az, ami ettől eltér. Ezért olyan hasonlóak a fordítások. Egyik azonban, egy ezektől eltérő verzió, az Etheridge verzió, ami nem a mazoretikus írásokból lett fordítva, hanem a szír arámi nyelvű pesítából. Ez, ami a számítógépen megtalálható, csak a brit hadasát, a megújult szövetséget tartalmazza arámi nyelven, illetve hát arámiról angolra fordítva, azonban van egy fizikális könyvforma, ami George M. Lamza verziója az arámi pesítáról, és az mind a 66 kanonizált könyvet magába foglalja. Mielőtt megnézzük, hogy azok a verziók hogyan fogalmaznak, nézzük meg, hogy mi az, amit röviden a pesítáról érdemes tudni, ez az Encyclopedia Britannica, és egyből kiderül az, hogy a pesita a szír nyelven egyszerűt jelent, vagy közönségest, és ez a szír vagy arámi verziója a kanonizált írásoknak, és a Szíriában megtalálható korai keresztény egyházaknak ez volt a hivatalos verziója a 3. század végétől. Maguk az írások egyébként a 2. századból származnak. Ennél a szír arámi verziónál, a pesítánál csak a görög Septuaginta az, ami régebbről maradt fent. A pesíta egyébként az első, illetve a 2. században íródott valószínűleg. A legrégebbi részei az ószíriai verziónak valószínűleg a héberből, illetve az arámiból lettek átfordítva a korai úgynevezett zsidó keresztények által. Az új testamentum, vagyis a brit hadasá a pesítában az 5. század körül íródott, és ez akkor nem tartalmazta még Péter második levelét, János első levelét, harmadik levelét, Júdás levelét, illetve a János által írt jelenések könyvét, mely nem tartozott a szíriai egyház kánonjába. Villámgyorsan csak magáról az arámi nyelvről.
Ugye az arámi az a semita nyelvcsaládba tartozik, ugyanúgy, ahogy az asszíriai, a babiloniai, a káldeus, arámi, héber, illetve az arab nyelvek. Egy nagy része a héber, illetve az arab nyelveknek az arámi nyelvből szivárgott át, beletartozik ebbe a részbe maga az ABC is. Az úgynevezett Ószövetség, a Tanák egy része egyébként arámi nyelven íródott, ilyen például Dániel második fejezet 4-estől a 7-es versig. De ha megnézzük Peresít 1 Mózes 31-es fejezetet, akkor a 47-es versben például azt olvashatjuk, hogy és nevezi Lábán Jegár Sahadutának, Jákob pedig nevezi Gálhédnek. Ez a szó Jegár Sahaduta vagy Sahaduta azt jelenti, hogy a tanúbizonyság kőhalma, ami egyébként egy arámi szó, és a héber megfelelője pedig Gáhéd. Szóval Lábán arámiul nevezte el, Jakób pedig héberül. Maga az arámi nyelv az öt nagy időegységre tagolható, és a régi arámi nyelv az időszámításunk előtt 925-től 700-ig tart, ezután a hivatalos vagy a birodalmi arámi nyelv, ami az asszír birodalomban volt hivatalos, 700-tól 200-ig, az úgynevezett közép-arámi nyelv időszámításunk előtt 200-tól időszámításunk szerint 200-ig, ezután a kései arámi nyelv, ami 200-tól 700-ig, illetve a modern arámi, ami 700-tól napjainkig terjed. Ezen a kis képen itt középen láthatunk egy arámi nyelven írott levelet, ugye Simon bar Kochba írta ezt a levelet, Jehonatán bar Beja-nak címezve, ami 132 és 135 között történt időszámításunk előtt. Akit részletesebben érdekel a Peshitta, annak ajánlom ezt a weboldal peshitta.org, és itt megtalálhat mindent, amit úgy első nekifutása érdemes tudni ezekről az iratokról. Többek között egyébként a teljes kanonizált írást, illetve hát ha nem is mindet, de a Tanák részét szerintem mindenképp, és két nyelven, egyrészt arámiul, illetve angolul, úgyhogy össze tudja hasonlítani azzal, amit mi ma használunk. Azt egyébként még a Vatikán is elismeri, ugye többek között ebben a levélben itt olvashatjuk, hogy Jehusá Hamásiák, illetve az apostolok, azok nem görögül beszéltek, hanem arámi vagy héber nyelven. Így az a gondolat, ugye legalábbis itt arról beszélnek, az a gondolat, hogy a Brit Hadasá, a megújult szövetség, az új szövetség, az görögül volt először leírva, az nevetségesnek tűnhet. Hiszen ha arámi nyelven beszéltek, akkor miért írták volna le görögül? A keleti egyház azonban mindig elutasította azt, hogy az Új Testamentum csak görögül íródott, illetve először görögül íródott, és ennek a cikknek az írói úgy gondolják, hogy a Brit Hadasá, az Új Szövetség eredetileg arámi nyelven volt leírva, és később fordították azt csak görögre. Főként azért, hogy a nyugati pogányok is meg tudják érteni az írásokat, de ez soha nem történt meg a keleten, ahol az arámi volt az elsődleges nyelv a perzsa birodalomban. Ugye ez a lingua franca, az a beszélt nyelv, a hivatalos nyelv. Wikipedia nagyjából egyetért az eddig olvasottakkal. Ugye a Peshitta maga a név az egy szír kifejezés, annyit tesz, mint egyszerű verzió, vagy közönséges, mindennapi, illetve egyenes. Ez az, amit a Peshitta jelent a szír nyelven. Szír egyébként az arámi egyik dialektusa. Azt is megtudhatjuk, hogy egyetértés van nagyjából a Biblia tanulmányozók között abban, hogy az Ótestamentum az héberről szírre lefordítva, és ez maga a Peshitta. Ez a második század körül történt, és az új szövetség, a Brit Hadasá pedig görögről lett lefordítva, ugye ebben talán ellentmond az előzőeknek. Az érdekesség azonban az, hogy ha görögről fordították le
először nem, eredetileg nem tartalmazta második Péter, második János, harmadik János, Júdás, illetve a jelenések könyvét. És ez csak az ötödik században lett része magának a kánonnak. Szóval, mivel minket pont második Péter érdekel, nézzük is meg, hogy hogyan fogalmaz ezzel kapcsolatban a Pshita. Mielőtt megtesszük ezt, még annyit hozzáadnék, hogy ez az öt könyv, ami kimaradt eredetileg, először időszámításunk után 616-ban került bele a Pshita végleges verziójába. Ez pedig már az Etheridge verzió, ugye az arámi Pshitának, és ebben azt láthatjuk, hogy maga a verszak másként jelenik meg, mint ahogyan például az a Károli verzióban, ugye itt azt mondja, hogy a mi Adonájunknak és megtartója Husa Hamásiáknak ismeretében, és neki dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amén. Az arámi verzió azonban azt írja, hogy gyarapodjatok kegyelemben, Urunk és megmentünk, Jahusa Hamásiák, valamint Elohim, az Atya, aki a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amén. Azaz Jahusa Hamásiák, és aki a dicsőség közé beékelődik, Elohim, az Atya, és az övé legyen a dicsőség mind most, mind örökké, és örökkön örökké. Amen. Szóval így azért másként hangzik a vers. Ez pedig már George M. Lamza fordítása, ami szintén az arámi Pshitából való, ez egy angol nyelvű fordítás, és mind a 66 kanonizált könyvet tartalmazza, ugye az Etheridge csak a Brit Harasát, a megújult szövetséget, vagy az új testamentumot tartalmazza. Ha megnézzük ezt a verziót, akkor láthatjuk, hogy ugyan itt második kefa, 3. fejezet, 18-as vers valamivel másképp néz ki, ugyanis itt Urunk és megmentünk Jahusa Hamásiák után hozzáteszi azt, hogy és Elohim az Atya, neki dicsőség, mint most, és mindörökkön örökké. Amen. Ez csak azért tartottam fontosnak, mert a keresztények gyakran azt mondják, hogy sosincs szó Jahusa Hamásiákról, akit Jézus Krisztusnak hívnak ők. Azonban ez nem igaz. Pontosan tudjuk, hogy mi a jelentősége a másiáknak vagy Jézus Krisztusnak, de mivel ő soha nem mondta azt, hogy őt szolgáljuk, vagy hogy ő neki adjunk dicsőséget, hanem mindig az atyára mutatott, és azt próbálta megértetni az emberekkel, hogy az atya az, aki a dicsőség, és akit szolgálnia kell mindenkinek. Ezért szerintem egyértelmű, hogy nekünk is ugyanezt kellene tennünk. Megkérdezhetnénk, hogy hol van ez leírva? Többek között Mátyáhu 4-es fejezetben, mikor Jahusa vitették a lélektől vagy a ruháktól a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől vagy satántól. Mikor ismét vivé őt az ördög, ez ugye a 8-as vers, egy igen magas hegyre is megmutatá neki a világ minden országát és azok dicsőségét, így szól. Mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Mit válaszol erre Jahusa? Eredj, Satán, mert megvan írva, Jahuát, a te hatalmasságodat imád, és csak neki szolgálj. Ugyanezt a választ adja Lukász, vagy Lukács 4-es fejezetben, mikor Satán azt mondja, hogy neked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Felelvén Jahusa mondta neki, távozz tőlem, Satán, mert megvan írva, Jahuát, a te hatalmasságodat imád, és csak neki szolgálj. Igazából vége hossza nincs, hogyha verseket szeretnénk találni arra, hogy Jahusa Hamásiák mindig visszamutatott az atyára, amikor dicsőségről volt szó. Erre egy nagyszerű példa Jahukanon 8-as fejezet, 54-es vers, melyben így szól Jahusa, ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti hatalmasságotok vagy istenetek. Azaz a dicsőség az atyától kell, hogy jöjjön.
hiszen ő a leghatalmasabb, és ő áll mindenek felett. Jókoron 17-es fejezet első verse így kezdődik. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Azaz, ismét csak azzal kezdi, hogy kéri az atyát, hogy őt megdicsőítse, így vissza tud mutatni majd az atyára, ugyanúgy, ahogy nekünk kellene. A lényeg azonban az, hogy az atyához beszél most. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál, azaz a hatalom az atyától jön, a dicsőség az atyától jön, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, kicsodát, atyám, eljött az óra, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent. És akit elküldtél, Jehusách másiákot. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, Jehusách másiákot, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent. Szóval az atyától jön a dicsőség, őtől jön a hatalom, és ő az egyedül igaz Isten. És Jehusách másiák eljött, hogy bemutassa őt nekünk, én dicsőítettelek meg e földön, elvégeztem a munkát, melyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Ahogy mondtam, a fiú eljött, hogy az atya dicsőségét megmutassa, de csak úgy tudja ezt megtenni, ha az atya ad neki dicsőséget, hatalmat, és aztán megismerteti az egyedül igaz Istent, aki az atya. Ezért gondoltam, hogy fontos, hogy megértsük azt, hogy érdemes utána nézni a dolgoknak, mielőtt messze menő következtetéseket levonunk, különösen akkor, amikor fontos dolgokban tesszük azt. Ugyan itt a 24-es vers így szól, atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hol a királyságban. Miért? Hogy megláthassák az én dicsőségemet, melyiket? Amelyet nekem adtál te. Mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, mi a problémája, amiről beszél? E világ nem ismert téged, ahogyan most sem ismeri. De én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És én megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én ő bennük legyek. Csak akkor van értelme a fiút dicsőíteni, hogyha az visszamutat az atyára. Amennyiben ismerjük az atyát, amennyiben az atyát tudjuk az emberekkel megismertetni, akkor van értelme, hogyha helyettesítjük őt a fiúval, akkor úgy járunk, ahogyan a kereszténység. Ha visszaugrunk a 22-es versre, akkor ezt olvashatjuk. Én azt a dicsőséget, melyet nekem adtál, őnekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Azaz ő dicsősége az atyától érkezett. Ő az, aki neki adta ezt a dicsőséget. Azért, hogy megmutassa az embereknek, hogy azok megértsék, hogy mi is az, amit az atya mindig is akart a kezdetektől fogva. Saul így fogalmaz a Rómaiakhoz írt levelének 6. fejezetében, a 4-es versben. Eltemettettünk azért ővel együtt a keresztség által halálba, hogy miképpen feltámasztatott másiák a halálból, hogyan az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Azaz ismét csak az atyától érkezik a dicsőség. Efézusiakhoz írt levelében így fogalmaz Saul az első fejezetben, hogy Adonai Jehusách másiáknak istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek ruachját vagy lelkét az ő megismerésében. Azaz, Adonai Jehusách másiáknak hatalmassága, az atya, a dicsőségnek atya, az atya, adjon nektek bölcsességnek, kijelentésnek lelkét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának reménysége,
Mi az ő öröksége, dicsőségének, a gazdagsága a szentek között? Kiről beszél? Mindvégig az atyáról beszél. Ő Jahusa Hamásiák istene, vagy hatalmassága, ő a dicsőség atya, ő az, aki adja a bölcsesség, kijelentés ruákját, vagy lelkét, ő világosítja meg az értelmét az embernek, azért, hogy megértse, hogy mi az elhívásnak a reménysége. És az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között mi? Azaz mi az az örökség, amit azok, akik úgy élnek, ahogyan az atya azt szereti, ami számára kedves, mi annak az örökségnek a dicsősége? És mekkora gazdagsága az a kiválasztottak között, az eklézia tagjai között? 19. Mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, kinek az atyái, akik hiszünk, kiben, ő benne, az ő hatalma erejének hama munkája szerint, amelyet megmutatott Másiákban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Hogy lehet a kettő egy és ugyanaz? Hogy lehet egy személy, mikor kettő van? Mikor megmondja, hogy kettő van? Ő támasztja fel, ő az Istene, ő a dicsőség atya, ő az, akinek a hatalma van, akinek a hatalma erejéről beszél, aki az értelmet megvilágosítja, a Ruach HaKodes által bölcsességet ad, kijelentést ad, ő az, aki feltámasztja a másiákot, és az ő jobbjára ül a másiák a mennyekben, ennek ellenére mi még mindig Jézus Krisztusról beszélünk állandó jellege, hogy az azonos az atyával. Hogy valahogy a három mégis egy, de mégse egy, meg ezt nem lehet megérteni. Nem arról beszél, hogy egy, arról beszél, hogy két külön dolog van az egyikül a másiknak a jobbjára. És remélem, hogy mindenki számára egyértelmű az, hogy a dicsőség egy forrásból jön, és ugyanoda kell, hogy visszamutasson. Különben nem azt csináljuk, amit a fiú tett, mikor itt volt. Nézzük meg a Filippiekhez írt levél második fejezetét. 9-es vers. Annak okáért Elohim is felmagasztalá őt. Ki Elohim? Nyilvánvalóan az atya, hiszen nem beszélhet másról. És ajándékozza neki oly nevet, amely minden név fölött való. Ezek szerint van egy név, amely minden név fölött való, és az biztos, hogy nem a görög Jézus név. De mindegy, hogy Jahusa nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alatt valóké. Miről beszél? Arról beszél, hogy Jahusa Hamásiák az ő szava, és van egy neve, Jahusa Hamásiák, Jahu vagy Jahua megment, erre a névre minden térd meghajol, miért? Mert ez a szó, ez a Tora, a két lábon járó Tora, melyre minden térd meg fog hajolni, ha nem most, akkor a következőkben. A mennyeieké, azaz az angyalok, a földieké az emberek, és a föld alatt valóké a halottak. Mindenki úgy fog járni, és el fogja ismerni azt, hogy ez az a törvény, amely mindenkit megítél, még akkor is, ha nem úgy élt. Teljesen mindegy, ez az, ami meg fogja ítélni. Ez az, amiről beszél, mikor azt mondja, hogy minden tért meghajol. Nem arról, hogy én így mondogatom ezt, és akkor gondolgatom, hogy mennyire imádom. Erről beszél. Mindenki el fogja ismerni, hogy ez az a törvény. Ha most nem úgy él, akkor majd megtudja akkor, amikor az ítéletkor szembesülni fog ezzel a ténnyel. A 11-es azonban az, ami érdekes, és minden nyelv vallja, hogy Jahusa Hamásiák Adonai az Atya Elohim dicsőségére. Akkor még mindig arról beszél, hogy az Atya az, aki a dicsőséget kapja, és a Fiú az Úr azért, mert ez az Atya dicsősége, hiszen az ő torája, az ő szava, az ő szabályrendszere, az ő instrukciói visszamutatnak saját magára. Elküldte azt ide, hogy megmutassa, hogy van az, mi az út, hogyan kellene élnünk, ezzel megmutatta magát. Nem azért küldte el, hogy kreáljon nekünk egy báványt, akihez mi tudunk imádkozni, akit mi istenítünk, hanem azért, hogy visszamutasson hozzá az ő dicsőségére. Az atya, mint ő. Remélhetőleg ennyi elegendő mindenki számára, azonban még egy nagyszerű verset találtam, és halleluja, hogy belebotlottam ebbe, ugyanis megismétli majdnem szó szerint azt, amit második Péter 3-as fejezetben olvashattunk, úgyhogy nézzük meg még egyszer, hogy mi is az pontosan. Növekedjetek dicsőségben, és Adonai Jahusa Hamásiák, valamint az Atya Isten tudásában, akié
a dicsőség most, mindörökké és örökkön örökké. Amin. Azaz az Atya Elohim, aki a dicsőséget kapja. Nézzük, mit ír Jelenések könyve, Chazon vagy Higalú, első fejezet, 5. vers. És Jahusá Hamásiáktól, aki hű tanúbizonyság mire az atyára mutat vissza, a Torára, a Tora által, az ő élete által tanúbizonyság megmutatta, hogy hogyan kell élni. És nem lesz senkinek kifogása, hiszen látták és tudják, és le van írva. A halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, megmosott bennünket az, a mi bűneinktől az ő vére által. Nézzük, mit csinált még. Tett minket királyokká és papokká, az ő hatalmasságának és atyának. Annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Amen. Azaz az atyáé a dicsőség, aki Jahusá Hamásiák, Istene, azaz hatalmassága, Elohimja, és az atya, és az övé a dicsőség, és a hatalom örökkön örökké. Amen. Nem pedig Jahusá Hamásiáké. Úgyhogy ezt szerettem volna, hogyha mindenki látja, és pusztán azért, mert szeretném, hogyha mindenki számára világos lenne, hogy mi is az az út, amit járnunk kell, és hogyan kell járnunk. És megérteni mindenki azt, hogy nem fogadhatunk el semmit, amit az írás nem támaszt alá, teljesen mindegy, hogy kitől jön. Különösen akkor nem, hogyha attól a keresztény egyháztól, vagy katolikus egyháztól jön, ami évszázadok, hanem évezredek óta tereli tévútra az embereket folyamatosan. Tudatlanság és rossz indulat miatt. Valamint amiatt, hogy az ellenség az, aki ezt a világot uralja. Máté 4 és Lukács 4 egyértelművé teszi ezt. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!